2021. novemberében már készen állt az épület, tavaly pedig meg is telt élettel Kótai új bölcsődéje, amelyet a baptista szeretetszolgálat üzemeltet. A polgármester azt mondta, a baptisták a bölcsőde mellett az óvodát és az iskolát is magas színvonalon működtetik, ami a jó szakembereknek és az államinál magasabb támogatásoknak is köszönhető. Ez pedig már a Kótai Ibrányi Fráter Kúria, amely számára a 2022-es év jelentős elismerést hozott. A műemléképület ugyanis bekerült a megyei értéktárba. A kúria története mára egyé vált Jókai Mór egy magyar nábob című regényének történetével, mivel sokan úgy vélik, Jókai a regény főhősét Ibrányi Ferencről mintázta. De ugyancsak a megye egyik legtitokzatosabb kastélyában játszódik a 2022-ben bemutatott Lélekpark című magyar film is. A polgármester épp a nemrégiben vásárolt hőszivattyús fűtőrendszert mutatja stábunknak, amely jelenleg is üzemel. Bár Orosz Mihály úgy véli, a 2022-es évben mindenki a túlélésre törekedett, összességében elégedett az elmúlt esztendő eredményeivel. Hasonló évet zárunk, mint az előző években. A tervezett beruházásainkat maradéktalanul megvalósítottuk. Itt gondolok a bölcsődére, gondolok az orvosi rendelő felújítására, illetve az Ibrányi Kúriának a hőszivattyús fűtésrendszerének a megvalósítására. Tehát mindegyik 100%-ban megvalósult. Elvileg ez mind energiatakarékos megoldásokkal épült. Ami hiányzott bennem, az, hogy a járda építést az idén nem tudtuk folytatni. De egyébként elégedett vagyok az évvel. A polgármester hozzátette, évek óta a fenntarthatóságra törekednek és kerülik a látványberuházásokat. Ugyanakkor Kótai az összes közmű vagyonával 100%-os tulajdonosként rendelkezik, ami azért is fontos, mivel Kótai adja a környék, valamint Nyíregyháza ivóvizének nagy részét. A település európai és hazai források felhasználásával több mint 300 millió forint értékben tudta fejleszteni a települést. Ez 320 millió forintos beruházás volt, ebből gyakorlatilag, ami saját erő volt, egy 30 millió forintos összeg, amit hozzá kellett a beruházásokhoz adni, illetve nem beszéltem arról, hogy Kótaiban a gázmérők cseréje megtörtént. A mai nappal 100%-ban le vannak a gázmérők cserélve, a 10 év kihordási idejük lejárt. Ez a településnek 30 milliójába került. Ami pedig a jövőt illeti, a település vezetése a főtér környékén szeretné bővíteni az infrastruktúrát. Orosz Mihály azt mondta, a helyi vállalkozók érdekében egy olyan szolgáltatóházra van szükség, amelyben irodákat és üzlethelyiségeket lehet kialakítani, valamint ahol lehetőség nyílik az elektromos autók töltésére. A szolgáltatóház pályázati tervei jelenleg elbírálás alatt vannak.